Ha meghalljuk Monokot, akkor leginkább az embernek Kossuth Lajos jut eszébe, ugye az egykori kiváló magyar államférfi, aki ott született a településen, de hogy mi mindent lehet még tudni Monokról, mi az, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, mielőtt rátérnénk a tájházak napjára, ezzel kezdünk, a polgármesterrel Bártfai Emesével, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Igazából én azt szoktam mondani, hogy Tokaj-hegyalja történelmi borvidékhez tartozunk, de a szépségét a táj adja Monoknak, a nagyságát pedig a történelem. Nagyon sok, igazából ahogy be is vezette már, 1802. szeptember 19-én Kossuth Lajos Monokon látta meg a napvilágot, amire mi a legnagyobb büszkeséggel gondolunk és emlékezünk. Minden évben megemlékezzünk természetesen a születésnapjáról, a halála évfordulójáról. Ebbe az évben tavasszal kettő kerek évfordulót is ünnepeltünk, Kossuth Lajos 130 éve halt meg, és 175 évvel ezelőtt, 1849. április 14-én nevezték ki kormányzó elnöknek, és a múlt hétvégén erre emlékeztünk egy nagyon megható ünnepséggel. Nagyon sok történelmi, ugye ott voltak az Andrássyak, a Monakiak, aki a település nevét is adta, a Monaki család, ebből lett a Monok település neve, és Széchenyiek voltak az utolsó birtokosok a településen. Két kastélyt hagytak ránk, egy Andrássy kastélyt és egy Monaki kastélyt, az egy várkastély. Az Andrássy kastélyról annyit kell tudni, hogy nagyon szép kápolnája van, amit Szent Orbán pápáról neveztek el, a szőlő és a borvédő szentje. Andrássy István gróf járt minden évben Rómába, a Vatikánba, és egyszer elment, ez 1771-ben volt, és megkérdezte a pápa, hogy itt van a magyar Monoki gróf, de nem hozott tokai bort, mire ő mondta, hogy a szőlővesztők lefagytak Tokaj-hegy alján, és ezért ő bekérette első Szent Orbán pápa teljes csonterekéjét, ami 1771-től Monokon van. Hát igazából most már két éve az egri érsekségnek a vendég szeretetét élvezi, de ígéretet kaptunk rá, hogy ebbe az évben május 25-én Szent Orbán napján vissza fogja kapni a településünk. Hát még sorolhatnék nagyon sok történelmi dolgot, és mi azt tartjuk, hogy tiszteld a múltat és építsd a jövőt, és a múlttal kapcsolatban megnyitottunk ugye 2019-ben egy tájházat, és már idén harmadik alkalommal fogjuk megrendezni a tájházak napját. Ez mindig a Szent Mihály napjához legközelebb eső hétvégén van, így nekünk 27-én lesz, mint említettem. Nagyon sok gasztronómiai érdekességgel készülünk, beszeretnénk mutatni az ide látogatóknak és természetesen a monokiaknak, és legfőképpen megcélozva a fiatalokat, a régi népi ételeket, a régi népi tárgyakat, eszközöket. Mi nagyon gazdagok vagyunk ebbe a tájházban mindenvel, ugyanis szerencsénkre két működő kemence található ebbe a tájházba. Külön kemenceház van, ami nagyon ritkaság, itt bemutatjuk a sütéssel kapcsolatos, a kemencés sütéssel, a régi népi hagyományokkal kapcsolatos régi eszközöket, meg fogjuk mutatni a dagasztást, kenyérlángost fogunk csinálni, kenyeret fogunk sütni, krumplilángost, ami nálunk nagy hagyománynak örvend, lepcsánkát, de igazából a kinti konyhába pedig csülök fog sülni, és még malacot is fogunk forgatni. Sőt, roston készült vadak, ugye nyárson malacok és csirkék kényeztetik a vendégeket, és bográcsban is, üstben is mindenféle finom falatot lehet majd találni. Igen, hát babgulyást fogunk a bográcsba főzni, mivel ez is egy nagyon monokra jellemző étel a bab. Nagyon nagy babtermelő vidék volt régen, de megismerkedhetnek a fiatalok a kosárfonással, a teknővájással, a szövéssel, ugyanis az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás keretein belül egy szövödét tartunk fent, és a tájházba is elhelyeztünk egy szövödét, éppen azért, hogyha valaki jön és szeretne megismerkedni a szövésnek a tudományával, akkor azt is kipróbálhatja. De szórakoztató programok lesznek, lesz az agyagbanda együttes, tájház, nem tájház, hanem táncház, bocsánat, táncház is lesz, a hajnali néptánc együttesnek két táncosa fogja tartani, úgyhogy mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel,
monokra, nem csak a tájházak napján, hanem, mint említettem, nagyon sok történelmi látványosság van, úgyhogy nagyon várunk szeretettel mindenkit. Polgármester asszony, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.